kell kísérteni a élete hátra, túl élete hátra. Úgyhogy van egy Harry, meg van egy hirtőnk. Jó, akkor jövök el. Akkor miért ír? Az a lényeg, Harry. Hogy hogyan reagálok rá, vagy... Hát találtak, hogy mit hozok ki ebből. Valami módon be kell költözni a mosdóba. Úgyhogy ennek ki hogy örül és mennyire nem, az ugye elég egyetem szerintem. Kezdhetjük. Basszus, ez a szemét volt, de most Igen, tudod, te is megvoltál. Az a csúnya volt a mortani intézet. Igen, engem is. Ugye milyen borzasztó? Olyan gonosz, mint az az Arikon. Megfogom őt is, Aria, csak nem, mindegy. Nem és akkor most így együtt fogunk mi lakni? Nem hiszem. Szerintem kérni. Szipotkász volt. Miért ír? Annak ellenére, hogy én meghaltam, a szívem foglalt. Nincs ilyen szíved. Nincsen szíved. Nincsen szíved. Nem szeretsz engem. Pedig én annyira jó voltam, hogy segítettem neked. A negyed évedben segítettem neked. Második. Én meg megbuktam számmisztikába. Az lehet, de nem mehet 130-a London belvárosában. Látom, nem is ön ez a számokkal. Sajnos nem, de azt tudom, hogy mi együtt leszünk most így, csak te meg én. Hát... Megkérjük a véres bárót, hogy adjon minket össze. Mit szólsz? Nem szeretném, figyelj! Elhívjuk Ront meg Hermionét is, na! Jó, jöhetek velük legalább. Meg az a szép jó Cedric is jöhet. A Tolidágról felhív. De ő még nem tartott másikba vagyunk. Még mindig a második évben vagyok. Azt hittem, hogy az azt mondom, mikor te megfajtál, akkor időzavarba kerültél, igaz? Mi? Fogdossal, csak tudod. Nem azért, én csak meg akartam nézni, hogy beteg vagy, de rájöttem. Miért ő? A szellem, az így egymáson a... Azt akarom, hogy körbe rajzolj. Miért én biztos, hogy te ebben? Igen, szeretném. Az a szerelem jele lenne akkor. Lehet, hogy válom, de nem válom. Légy szíves, termelj nekem. De ne! Nem, sírni fogok! Jó, ne! Kérlek, könyörgöm, ne sírj, így nem közben az oldalak, jó? Na jó, gyere, Harry! Megmutatom a mosdómat! Én azt már láttam! Harry! De ezt a vécét még nem láttad! Hány vécéd van neked? Ó, nagyon sok, ne is tudd meg! Kétkezi munkából élek! Na látod, most már nem élsz, most jössz a vécébe. És akkor, ja, és akkor itt fogunk lepni, látni, itt a vécé. Én itt szoktam benne aludni. Hogy be ez elég, Uzi? Nincs egy ágyod. Sajnos nincsen. De ott az ablakban nézd, ott esetleg van utat. Ja, ott dobáltak a könyvet. Igen. Jó, nem vagyok hülye, teljesen. De akár egy ilyen kéne tudod takaróban, én tudnék állni. A szellemes nem használnak takarót. Az nem baj, miért vagyok a kis túlélő? Miért te már nem érted túl? Miért ez lett kérdés? Van egy rózsaszín tenger alatt járom esetleg ott. Hú, azt tudtam, hogy a tóba van polit, van... Azt még nem tudom, hogy vannak sellő. De hogy rózsaszín tenger alatt járunk. De az lehet megúszni magadat a vécén. Az a hetedik részben van, azt még hagyagoljuk. Jó. Másfura időszakban gondolok. Mert most eléggé fölizgatott, hogy rózsaszín tenger alatt. És én nem izgatott. Kevésbé. Sőt. Harry! Azonnal kérj bocsánatot! Én! Te vagy érzéketlen szellem, te tuskó! Te túlélőnek nem nevezhető senki! Én! Jó, kinek érem magam! Hát, én édes voltam és megértem.
Ezt, hogy itt vagyok. Te! Takarodj a mostomból! Nem akarom, hogy a férjem legyen! Én se! Nem akarom! Értünk! Vicces a szerkót, honnan van? Hát tudod, ez az egyenruha. Tetszik? Igen, igen, a nyakkendőt főként. Fellerolom, jó? Barátok esetleg járni, de nem szeretnék. Nem kell nekem barát, nekem szerelem kell. Hát sajnálom, ha túlválogatós vagy, de én többre most nem vagyok kapható. Még csak 12 éves vagyok. De 100 évesen is 12 éves leszel, te tök fel. Jó, de én nem fogok csillogni. Én sem csillogok. Nem volt. Tényleg? De jó? Hát, hogy agyzavarban vagyok, és keverjük a fandomokat. Dönts már el, mit akarsz! Mondtam, takarodj a mostomból, de azonnal! Jó, megyek! Szia! Még van egy elmény, hogy is nincsen. Ja, de van.